A rossz minőségű kültéri utak csak nehezen közelíthetőek meg Pécel térségében, ezért a képviselőtestület a közelmúltban terepjáró autó vásárlásáról és a mezőőröknek történő átadásáról döntött. Erről és a faültetési civil kezdeményezésről is megkérdeztük a település vezetőjét. Rengeteg a külterületen lerakott szemét, ez ugye külterületű rossz minőségi utakon közelíthetőek meg általában ezek a területek, mindenképpen szükséges, hogy egy terepjáróval rendelkezzenek a mezőrök. Ez egy hiányosság volt, volt egy terepjárójuk, csak sajnos az olyan műszaki állapotba keveredett, hogy már nem volt rentábilis a javítása, és akkor döntött ugye a képviselőtestület, hogy egy vadonatúj Dacia Dustert, egy 1.6-os Dacia Dustert leasingelünk, ez gyakorlatilag egy 4 éves időfutamra lett leasingelve, a múlt héten került nekik átadásra. Mekkora területet fognak ők ezzel bejárni? Nagyon nagyot, hisz gyakorlatilag Pécel külterülete az eléggé kiterjedt, egészen a sűi tavaktól majd a nagytarcsai területig terjed. Igen nagy a külterületünk, és nagyon sok mezőgazdasági úttal rendelkezik, amire oda kell figyelni, és vigyázni kell annak az épségére, főként a tisztaságára. A faültetéssel kapcsolatos új civil kezdeményezésről a program egyik helyi ötletgazdájánál érdeklődtünk. Azért jött létre, hogy fákat ültessünk, mert meg kell védeni Pécelt és a környékét a klímaváltozástól. Pécel egy eléggé kitett terület arra, hogy a különböző hőség, hőhullámok, időjárásváltozást valami fákkal meg tudjuk fogni, és széndioxidot kössük meg a fákkal. Civil kezdeményezés, ez egy közösség. Szerte az országban van 80 hely, ahol ültetünk fákat most már, körülbelül 40 ezer taggal. Pécelen megbeszéltük a polgármester úrral, illetve az önkormányzattal, hogy melyik azok a területek, ahol tudunk ültetni. Várhegy, Topolyos, ott vannak fönn a víztározók, az emlékmű területe nagyon sok helyen, illetve azt szeretnénk, hogy a lakosságnak a minden udvarba kerüljön egy-egy fa. A fák közösségi adományokból fognak előkerülni, és ez erdészeti csemetéket fogunk vásárolni. Alapvetően őshonos fákra gondolunk. Mint például? Tölgy, hárs, szél, gyertyán, fehérnyár, bármi ilyesmi. Megvan az esetleg határozva, hogy ha egy magán területre szeretnének ültetni, akkor hány fát ültethetnek oda? Ami az adott területen szakmai álláspont, állásfoglalás szerint megfelelő, hogy nehogy túl erdősödjön a terület, hanem hogy mindent szakmailag jól megtámogatva fogunk megcsinálni. Lesz erről konkrét szakmai állásfoglalás. A későbbiek folyamán fogják esetleg ellenőrizni ezeket a fákat? Igen, lesz ez, amikor valaki ültet közterületen, akkor van egy ülteti gondozási kötelezettsége, illetve az egyén is vállalja azt, hogy ott a területén azokat a fákat öngondozza. Ha a lakosság szeretne csatlakozni ez a kezdeményezéshez, akkor azt mikor és hol teheti meg? Pécelen van a 10 millió fa Pécel Facebook csoport, ott nyugodtan csatlakozhat, jelezze szándékát, és bárkit szeretettel látunk. Megvan esetleg határozva a határidő, hogy meddig lehet jelentkezni, az ültetést azt mikorra lehet majd elkezdeni? Az őszi ültetési szezon az november elején kezdődik. November 9-én országosan indul egy életnapja program, ahol mindenki ebbe a közösségbe fát fog ültetni. És ez a kezdeményezés folyamatos, tehát nem zárul le ebben az évben, hanem folytatódik tavasszal, egész addig, amíg a 10 millió fát el nem érjük az országba. A kezdeményezés mellé állt a városvezetés is, a programot szakemberekkel támogatják, hiszen a levegő minőség javítása minden pécelinek fontos érdeke. Kijelöljük azokat a területeket, ahol akár már el is lehetne kezdeni közterületen majd a faültetéseket, természetesen szakemberekkel egyeztetve a fák minőségét és mennyiségét illetően. Amit ők inkább szeretnének erőltetni, az az egyedi magán ingatlanokon telepített fák. Azzal szeretnék elérni ezt a nagy számot. Mindenképpen örvendetes, hisz azt vesszük észre, hogy egyre nagyobb területek vannak beépítve, ezeket a területeket nem tartják meg vízgyűjtő területnek a telektulajdonosok, hanem javarészét valamilyen szilárd burkolattal látják el, és ez egy óriási veszélyt rejteget, ha nem is
egy-két éven belül, de 5-10 éven belül mindenképpen, és ez minden településre vonatkozik, az elszikesedés veszélyét, mert hogy olyan hamar lefut a csapadékvíz, hogyha rögtön árokba vagy útra és van kivezetve, és onnan a befogadott területre, hogy én szerintem minden településnek az egyik elkövetkezendő idők legnagyobb gondja lesz a csapadékvíz helyben tartása, és hát ugye ezzel együtt természetesen a levegő minőségének a javítása. Pécsen hány olyan terület jöhet most per pillanat szóba, ahova esetleg fát lehet ültetni? Hát magántelkek vonatkozásában nem tudok nyilatkozni, hisz ott minden tulajdonos maga dönti el azt, hogy akar-e fát ültetni. Jellemzően igen egyébként, tehát ez egy örvendetes dolog. Most két olyan területet néztünk meg, ahol ezt mindenképpen meg kellene tenni. Ugye fönt az emlékmű környékét lehetne fával beültetni, illetve ugye amit most meghirdettünk, hogy szeretnénk egy városi rendezvény, központi rendezvényparkot létrehozni. Ott a lakott terület és a parkot elválasztó gyakorlatilag védősávot szeretnénk kialakítani legelőször.